Nyáron a strandon is előfordulnak kisebb balesetek, mint elcsúszások, rovarcsípések, ritkább esetben pedig a fürdőzők az úszómesterek segítségére is szorulhatnak. Tavaly nyáron például egy kisfiút kellett kimenteni az egyik medencéből. A fuldoklással kapcsolatban különböző tévhitek élnek a köztudatban. Az akciófilmekből nyilván sokan ismerik, hogy ez hogy működik, hangosan kiabálnak és csapkodnak. A valóság ezzel szemben nem pontosan ez. A legtöbb esetben ugye nehezen kap levegőt, illetve hát ha vizet is nyelt, akkor már nem nagyon kiabál, tehát viszonylag halk az illető. Először persze nyilván intenzív mozgásokkal kíséri a menekülést, amit ugye a vízbefullástól szeretne elkövetni. Azt követően ugye egy sokkal csendesebb, passzívabb szakasz jön, az már ugye nagyon veszélyes. Tehát ott már ő semmilyen jelet nem ad, úgyhogy erre kérjük a fürdőzőket mindig, hogy figyeljenek oda, a környezetükben hasonlót látnak. Az egri strandfürdőben 20-30 úszómester dolgozik. Egy-egy napon körülbelül 15-16 fő ügyel a vendégek épségére. Minden medencénél legalább egy valaki, de a csúszdáknál például ketten-hárman is vigyáznak a vízben kikapcsolódókra. Szerencsére az egri strandon nem történt fulladás az elmúlt években. Ez azonban nem csak az úszómesterek odaadó munkáján múlik. Magunk is sokat tehetünk, hogy ne történjen baj. Például felhevült testtel ne ugorjunk a medencébe, és ne menjünk vízbe alkoholos befolyásoltság alatt sem.